olyan nagyjából 6-700 rajzról uralkodik nagyjából konszenzus, hogy Michelangelo rajz lehet. Itt azért ezeknek a nagyon nagy része, vagy egy túlnyomó része az korai vagy kezdetleges vázlat. A kezdetleges alatt azt értem, hogy ahogy egy műben elkezd dolgozni, egy nagyon vázlatos rajz. Egy nagy részük az építészeti rajz, amit szándékosan nem kölcsönöztem, mert azt gondolom, hogy a látás vagy a befogadás primér öröme az pont az építészeti rajzoknál nem működik, hiszen érteni kéne az építészethez ahhoz, hogy ezeket értelmezni tudjuk. Nagyon-nagyon sok olyan rajza van, amiket mondjuk márványtömbök kifaragásához vagy bányászásakor rajzolt föl. Ezek is olyanok, amik nincsenek a kiállításon. Jellemzően itt olyan alaktanulmányok vannak, amik azért vagy nagyon kidolgozottak, vagy viszonylag könnyen értelmezhetőek a látogató számára. Ez egy fontos szempont volt, hogy próbáljunk olyan rajzokat kiállítani. És azért Michelangelo rajzokat a világon is nagyon ritkán lehet látni, főleg ilyen rajzokat ilyen számban együtt. Magyarországon soha korábban nem volt Michelangelo kiállítás, és valószínűleg hosszú ideig nem is lesz megint. Tehát azt gondolom, hogy azért ez elég nyomós érv amellett, hogy bárki ezt megnézze, akit érdekel a reneszánsz művészet. Másodszorban pedig azért itt a Michelangelo mellett olyan művészektől láthatnak még rajzokat, amiket szintén nagyon-nagyon ritkán lehet látni. Tehát aki jó olasz reneszánsz rajzokat akar látni, az most mindenképpen nézze meg ezt a kiállítást, azt gondolom. Én remélem, hogy kiállított műveknek ugye 80%-a az főmű. Ez fontos szempont volt a Michelangelo-nál is, tehát most 29 Michelangelo rajz van kiállítva, de ezek mind nagyon híres és nagyon fontos rajzok, tehát a Michelangelo életművön belül ezek valóban főművek. És a kortársainál pedig nagyon vigyáztam arra, hogyha azt akarom megmutatni, hogy a Michelangelo mellett is volt élet, akkor hogy ugyanolyan színvonalon válogassak rajzokat, úgyhogy itt most nagyon-nagyon jó rajzok vannak kiállítva, ha úgy tetszik, főművek. Vannak persze olyan kiemelkedő rajzok, mint például a Lédához készült fejtanulmánya, ami hát mondjuk talán az egyik legtöbbet reprodukált, nem csak Michelangelo, de reneszánsz rajz is, tehát egy nagyon-nagyon híres rajz, vagy vannak különleges rajzok, az utolsó ítélethez egy kompozíció tanulmány, az utolsó ítélethez nagyon-nagyon kevés rajz maradt fenn eleve, de a másik figuratanulmány is, amit a Szent Lőrinc alakjához készített, az is egy különleges rajz. A rajzokat viszonylag kevéssé gyűjtöttek ebben az időben, vagy időszakban, művészek viszont próbáltak szert tenni rá, és így került az egyik leghíresebb Michelangelo rajz, amit a Sixtus Kápolna egyik férfi aktjához rajzolt előkészítő vázlatként a Rubens birtokára. Ugye a Rubens többször is utazott Itáliába, és hát őt nagyon érdekelte az ottani művészet, és igyekezett gyűjteni és minden fennmaradt rajzot, amit talált, és így jutott ehhez a Michelangelo rajzhoz is. És hát az érdekessége ennek a rajznak az, hogy természetesen a Rubens tovább dolgozott ezen a rajzon, tehát egy kicsit átdolgozta ezt. Egész egyszerűen ilyen fedőfehér elő még csúcsfényeket festett erre a Vöröskréta rajzra, amivel nem találkozunk más Michelangelo rajzoknál, tehát én azért gondolom, hogy ez valószínűleg a Rubenstől származik. Ő nyilván már egy más időszakban, hát ez már a barokk, vagy amit barokknak nevezünk, ugye ez a 17. századnak az eleje, amikor ő ezt teszi, tehát itt már más esztétikai szempontok motiválták őt, és ezzel egy kicsit még kifejezőbbé vagy drámaibbá tudta tenni ezt a rajzot, ami számára fontos volt. Van egy olyan különleges rajz is, ami első alkalommal szerepel kiállításon. Ez egy magángyűjteményből kölcsönzött rajz. Egy olyan rajz, amiről a elmúlt években merült föl, hogy Michelangelo rajz lehet. Ráadásul egy nagyon korai Michelangelo rajzról van szó.
a legkorábbi, ma ismert Michelangelo rajzról, amit még feltehetően a Domenico Ghirlandajának a műhelyében rajzolt. Ezt itt állítottuk ki először Budapesten Michelangelo rajzként, és a katalógusban is jelent meg először a Timothy Cliffordnak egy tanulmánya erről, hogy ő ezt miért gondolja Michelangelo rajznak. Ami valódiban különleges, mint rajz, és nem Michelangelo rajz, az például pont a Lédához kapcsolódik. Az egy Rosso Fiorentino rajz, aki aztán nagy részt az első Ferenc Fontainebleau udvarában találta meg a helyét, és ott vált az első számú festővé, és pont ez a Léda festmény, ez Franciaországba került viszonylag hamar, még a Michelangelo életében, és erről készített egy nagy méretű, valószínűleg az eredeti festménnyel megegyező méretű, ez majdnem, hát több mint 3 méterszer 2 méteres rajzot. Ez azt gondolom, hogy egy olyan különleges rajz, ami számomra is különleges, aki amúgy egyébként rajzokkal foglalkozom. Tehát ekkora rajzok és kartonok, azok nagyon-nagyon kis számban maradtak ránk. Az, hogy a Michelangelo rajzolt, az valószínűleg annak tudható be, hogy ő egy freskó festő műhelyében tanult, tehát ő valójában egy festőtől, a Domenico Ghirlandai sosem készített szobrot, ebben a műhelyben nem is készültek szobrok. Viszont a freskó és táblakép festészetben a rajznak nagyon fontos szerepe volt a művek előkészítésében, és a Michelangelo itt töltötte a tanonc éveit, és nagyon jól meg is tanult rajzolni. Éppen a Michelangelo nyomán, vagy az ő példáján kezdtek el később a 16. század második felétől szobrászok is rajzolni. Egyfelől ez volt az az időszak, amikor a rajzoknak a jelentősége kezdett felértékelődni, amikor úgy gondolták, hogy a rajzok őrzik az első és legautentikusabb, vagy legeredetibb művészi elgondolást egy műhöz, amit később esetleg egy kivitelezett mű már nem. Másfelől pedig valóban a Michelangelo volt az a követendő példa, aki miatt sokan megtanultak rajzolni. Ma, hogy amilyen formában látjuk itt is kiállítva, ezek nagyon szépen komponált rajzok, ahol azért jellemzően a lap közepén találhatók az alakok, ezek nagyon szépen vannak passzpartúzva és keretezve, de ezek azért már a későbbi korok gyűjtőinek a elképzeléseit tükrözik. Ekkoriban azért a műhelyekben nagy fólió méretű lapokra, tehát ezek majdnem ilyen félméteres nagy lapok voltak. Ezekre rajzoltak, és jellemzően minden fennmaradó kis helyet igyekeztek betölteni, egész egyszerűen takarékossági okokból, és ezeket a lapokat utána rendszerint visszavitték a papírmalmokba, ahol így olcsóbban jutottak papírhoz. Valószínű ez volt a gyakorlat a Michelangelónál is, bár ekkor azért a papír már olcsóbb volt, ő viszont elég paranoiásan kezelte a rajzait, vagy nagyon félt attól, hogy el fogják lopni az ötleteit a kortársaira. Egyébként volt is precedens, amikor a Firenze ostroma alatt, amikor az a firenzei műhelye üresen állt, akkor fiatal szobrászok betörtek a műhelyébe, és elloptak tőle rajzokat, egész egyszerűen nem volt hozzáférhető Michelangelo mű vagy rajz, és ezeket nagyon-nagyon hosszú procedúra után kapta csak vissza, és talán ezért is, de már ez előtt is rendszeresen elégette a rajzait, tehát amikor mondjuk Firenzéből Rómába költözött, vagy Rómából vissza Firenzébe, és azért ez gyakran megtörtént, akkor ő a műhelyében, a firenzei vagy a római műhelyében maradt rajzait, azokat elégette, vagy megkérte az ott maradt szolgáit, hogy égessék el. Ahogyan ő a római szeretőjének, a Tommaso de Cavalierinek rajzokat ajándékozott, abban a pillanatban, ahogy ezek a rajzok megérkeztek a Cavalierihez, aki egyébként egy nagyon ősi előkelő római családból származott, és hát ismert volt ugyanúgy a római magasabb körökben, vagy a római elit számára. Tehát ahogy ezek a rajzok, a Michelangelo rajzok megérkeztek hozzá,
a levelezéséből tudjuk, hogy másnap a pápa és az egyébként a művészetek iránt érdeklődő bíborosok azonnal ellátogattak hozzá, hogy Michelangelo művet lássanak, sőt, hát nem csak ellátogattak, hanem egyből megbíztak művészeket, hogy másolatokat készítsenek erről. Ezeket utána iparművészeti tárgyakon, gemmákon, vagy akár dísztálakon reprodukálták. Tehát volt a rajzoknak egy ilyen szerepe, valóban az olyan vázlatai, amik azért a kiállítás, vagy a kiállított művek nagy részét kiteszi így, például mondjuk a Sixtus kápolnához készített alaktanulmányait, biztos, hogy soha nem szánta ő a nemhogy közönség elé, de még a művészek számára sem gondolta, hogy ezeket szívesen közszemlére tenné. Voltak művészek, akik igen, tehát például a Leonardo nagyon szívesen mutatta meg a műveit, vagy tudjuk, hogy amikor elkészült a Szent Annát a harmadmagával ábrázoló nagy méretű rajza, még mielőtt ő neki látott volna az oltárképet megfesteni, amit aztán végül sosem festett meg, ezt ő közszemlére tette, tehát ő szívesen mutogatta, Michelangelo ezt nem szívesen tette, valóban a készműveit szerette volna. De valószínűleg nem esztétikai okai voltak, hanem praktikus okai, hogy ne lopjanak tőle ötleteket vagy motivumokat. A Michelangelo nagyon profin építette föl a saját imázsát, vagy brandjét, ahogy ma mondanánk. Ebben nagyon nagy szerepe volt a Giorgio Vasarinak, aki az első művészéletrajzot írta, ugye 1550-ben jelent meg, ekkor már azért a Michelangelo több mint 70 éves volt, tehát nem innen indult a történet. De a Vasari számára is a Michelangelo volt a retorikai csúcspontja ennek a könyvnek, és ez nagyon fontos volt a számára. Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy a Vasari találta ki a Michelangelo-t, vagy azt a Michelangelo-t, ahogy ma őt ismerjük, de maga a Michelangelo is tevékenyen részt vett ebben, tehát ő nem volt azért teljesen elégedett a Vasarival sem, és ő a saját életrajzát meg is íratta 3 évvel később az egyik tanítványával. És ebben például egy nagyon, két sarkalatos pontja volt, az egyik az, hogy a Michelangelo sokkal inkább egy arisztokratának szerette volna magát láttatni már, ami egyébként nagy részt volt is ekkor már, tehát nagyon komoly vagyont halmozott föl, komoly birtokai voltak, tehát ő valóban egy arisztokrataként élt és működött ekkor, sokkal inkább, mint művészként, ő elsőben így akarta láttatni magát. A másik ilyen sarkalatos pontja volt az, hogy a Michelangelo próbálta ugye elmosni a múltat olyan módon, hogy ő egy ilyen autodidakta zseniként próbálta magát pozícionálni akkor, aki csak a természettől, esetleg egy nagyon picit az antik művészettől tanul. Nekem nem az volt a célom, hogy legendákat cáfoljak meg, vagy idolokat döntsek le. Én csak azt gondolom, hogy azt fontos megértenünk a művészet esetében is, és ez igaz egyébként a művészet bármely területére, nem csak képzőművészetre, hogy a legenda, vagy a legendák, amik egy-egy életmű vagy művész köré szövődnek, azok épp úgy részei az életműnek, mint maga az életmű.